Maradva az európai sajtónál és az ott megjelenő cikkeknél, hát igencsak érdekes beszámolók érkeznek a napokban zajló Magyar Szigeten zajló eseményekről, többek között a Sun című angol labban is, amely videókamerás felvételeket is készített. Hogy mi történik ott, és ennek mi a magyarázata, az arról Dániel Péter ügyvéddel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye a szélsőjobbos neonáci külföldi és magyar fiatalok eseményéről, vagy hát randalírozásáról van szó. Mit szól ön ehhez, mit tud erről mondani most nekünk? Én gyakorlatilag azt gondolom, hogy ami a Magyar Szigeten történik, az megengedhetetlen, szégyenletes és jogsértő is. Én már a Gárdaperben is többször mondtam el, perbeszédemben is, hogy a magyar hatóság, a magyar köztársaság a 24. órában van, most kell meggátolni ezeket a szélsőségeket, mielőtt sokkal súlyosabb dolgok történnek, vagy mielőtt egy belső terrorizmus jön létre szélsőjobbos gondolatok mentén. Amit ráadásul most már külföldiek is szíthatnak, hiszen ez az említett lap és annak a videófelvétele azt bizonyítja, hogy egy angol szélsőjobboldali párt vezető tisztségviselője demonstrátott a Hitler időkre emlékeztető módon. Sajnos ezek a szélsőségek, ezek a szélsőjobbos szervezetek egyre szervezettebbek, egyre jobban keresik a kapcsolatot a különböző területeken. Jellemző volt, ahogy ugye a norvégiai tragédia előtt is ugye a merénylő felvette a kapcsolatot a hazai szélsőséges szervezetekkel. És azt gondolom, hogy egy demokráciában sokkal fontosabb szempont a demokratikus rend, a nyugalomnak a megőrzése, nem pedig vélt szabadságjogok megőrzése, mert az ilyen jellegű félkatonai, neonáci és nyilas szervezeteket nem illetik meg ezek a szabadságjogok. A véleményem szerint maga létezésük is törvénysértő, de minden ilyen demonstráció, minden ilyen rendezvény törvénysértő. Gyakorlatilag a Magyar Szigeten folyamatosan olyan jellegű garázda, olyan jellegű rasszista, revizionista cselekmények történnek, amelyek több jogszabályt is megsértenek, a párizsi békeszerződéstől kezdve a hazai BTK-t, tehát azt gondolom, hogy egy normális polgári demokráciában nem lehetne megengedni, hogy végül is ilyen történések valósuljanak meg, és ilyen gondolatok valósuljanak meg. Egyébként tavaly ugye szintén nagyon súlyos következményei voltak, amikor a Heteknek a két riportere bement, és gyakorlatilag csak az ő nyugalmuk és a bölcsességük miatt nem került sor sokkal súlyosabb cselekményekre, de így is nagyon súlyosan fenyegették, bántalmazták, megalázták őket. Én azt gondolom, hogy verőcén is a Magyar Köztársaságnak a szabályai kellenek, ugye, hogy megvalósuljanak, és nem szabad egy olyan rendezvényt megengedni, ahova normális demokrata be sem mehet. Tehát ez megengedhetetlen. Ugye szerencsére nem normális, illetve nem demokratákat egy másik sziget rendezvényre nem engedik, de most úgy néz ki, hogy sikerült a rendőrségnek ezt a lehetőséget elzárni, mert hogy szerettek volna, hogy a 64 vármegye mozgalom képviselői a héten aktuális, a jövő héten induló óbudai hajójári szigeti rendezvényen is demonstrálni, és ezzel kapcsolatban egészen komoly viták voltak, hogy mennyire jogszerű vagy sem, hogy a rendőrség majd engedi vagy nem őket ott. Jogászként, ügyvédként mit szól ez? Mit lehetne találni, milyen lehetőséget lehetne találni, hogy ne csak ez legyen, aztán most a legutolsó indok az volt, hogy magán tulajdonnak minősül most a terület erre az egy hétre, és csak azért nem jöhetnek, de hogy egyáltalán ez a gondolat se vetődhessen fel, hogy ilyenfajta szervezetek, ilyenfajta demonstrációkat közterületeken végrehajtassanak. Véleményem szerint itt már nem csak a demonstrációkkal kéne foglalkozni, hanem ezen szélsőséges és időnként félkatonai szervezeteknek egyáltalán a létezésével. Szerintem itt már nem a demonstrációkat kéne betiltani, hanem ezen szervezeteket kellene betiltani, mielőtt sokkal súlyosabb következmények valósulnak meg. Újra csak azt tudom mondani, hogy a meleg ágya lehet sokkal súlyosabb cselekményeknek ez a fajta gondolatiság, akár hazánkban a sorozatgyilkosság, ugye romák sérelmére gyöngyöspatai helyzet, ahol mindenhol végül is már csak azért nem történik súlyosabb következmény, mivel az ott lévők bölcsessége vagy félelme gátolja meg, és aztán ez vezethet el a norvégiai tragédiához is. Tehát azt gondolom, hogy a nemzetközi jogszabályai szerint és a hazai BTK szabályai szerint is ezek törvénysértő célokra jöttek létre ezek a szervezetek, de én megmondom őszintén, a Jobbikkal kezdeném. A 64 vármegye, a Gárda mozgalom, ez mind egy és ugyanaz, és sajnos 2006 óta van egyfajta cinkosság a mostani hatalom és köztük. Most mind csodálkozunk, hogyha a parlamentben is olyan
pontosan, egyébként meg nem engedhető pontosan, kifejezések hangoznak. Ma már a magyar parlamentben is mindennapos a zsidózás, cigányozás, ez pedig a kisebbségi jogok sérelmét is jelenti, a demokratikus szabályoknak a sérelmét is jelenti, és még egyszer mondom, egy normális polgári demokráciának sokkal fontosabb a saját szabályának, a békéjének, a nyugalmának a védelme, mint egy maroknyi szélsőségesnek a vélt szabadság jogainak a védelme. Megint csak jogászként kérdezve, látja valami útját, módját, lehetőségét annak, hogy jogilag ez a kérdés jobban, szigorúbban legyen szabályozva, esetleg nyugati, más európai országokbeli példák, minták vannak erre? Én azt gondolom, hogy nyugaton sokkal keményebben, következetesebben szabályozzák ezt. Németországban, mint köztudott, ugye a holokauszt tagadásnak is nagyon súlyos következményei vannak. Nálunk ennek már a törvényi feltételein is puhított a hatalom, tehát végül is nem úgy került ez megfogalmazásra, ahogy kellett volna, de nálunk is bűncselekmény a nemzeti szocialista rendszer bűneinek a tagadása, és nálunk is bűncselekmény az, hogyha valaki szándékosan gyűlöletet szít, és szándékosan kisebbségek tagjaira próbál támadni, vagy gyalázza őket. Tehát a törvényi háttér talán meg is lenne ehhez. Én azt gondolom, hogy a szándék hiányzik, hogy következetesen ennek megfelelően kell megvalósítani, és ennek megfelelően kell szembeszállni ezekkel a tendenciákkal, mielőtt aztán sokkal súlyosabb következményei lesznek. Hát csak bízhatunk abban, hogy esetleg már a közelgő őszi parlamenti ülésszakon is az ügyben történik valami, bár illúzióink nem nagyon lehetnek. Dániel Péter, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, viszontlátásra.